Már a Messesi úton is láthatóak voltak a július 25-én kedd éjszaka érkező vihar pusztításának nyomai, amely a Kék Duna vendéglő fedett kiülőit is tönkretette. Szávai Zsolt, a vendéglő tulajdonosa érdeklődésünkre elmondta, nem emlékszik, mikor látott utoljára hasonló pusztítást végző vihart. Jelentős pusztítást végzett ez a vihar, magam sem gondoltam volna, hisz igyekeztünk már úgy kialakítani a területet, hogy minél kevesebb nagy fa, illetve olyan dolog legyen, amit könnyen felkap a szél, de ez valami hatalmas lehetett. Szerencsére szabadnapos kollégák bejöttek, illetve nagyon nagy köszönet a kalocsai tűzoltóságnak is, akik rendkívül gyorsan kértek és segítettek. A Kalocsa TV stábja 10 óra magasságában járt az érintett helyszínen, ahol a tűzoltók gyorsan elhárították a veszélyt, így a vendéglő zavartalanul üzemelhetett tovább. A legnagyobb kárt a Kék Duna vendéglő vendégháza mellett álló diófa okozta, amely egy gyökerestől tépett ki a szél. A hatalmas fának csak az oldalágai érték el az épületet és a tető egy részét, azonban ha csak egy fél méterrel más irányba dől, beláthatatlan károkat okozott volna. Örülök, hogy így megúsztuk, igyekszünk a legjobbat kihozni belőle. Szerencsére biztosításunk van, a biztosítási ügynökünk jelezte, hogy hamarosan ki fog érkezni és segít a helyreállításnak az összegét kicsit mérsékelni.